Ismét megnyitott a kapuit a Puskás Akadémia kollégiuma, a régi és az új nebulók pedig izgatottan vették birtokba új otthonukat. Ehhez azonban egy kis formaságon is át kellett esniük, természetesen szülői segítséggel. Aki nagykorú, de még tanul egyetemen vagy főiskolán. Táborként működünk nyáron, és a táborhoz kapcsolódó papírokat is ki kell tölteni, meg hát már előre a beiratkozási dokumentumokat is kitöltetjük a szülőkkel, ne kelljen szeptemberbe bejönniük. Egészségügyi dokumentumokat írnak alá. A gyerekek között volt olyan, aki a próbajátékot leszámítva még sohasem járt a Puskás Akadémián. Az edzések is nagyon tetszenek, főleg, hogy reggel is, vagy délután is van edzés, és közben itt el tudunk pihenni, szórakozni. Nagyon tetszik az aréna is, voltunk már itt meccsen is, meg a Kolesz is. Játszottunk még egy edzőmeccset, és ott figyeltek fel rám. A régi edzőm az most itt edző, a Cinkon Szabocs, és akkor megnéztek egy pár meccsen, és akkor ajánlották már múlt nyáron is, hogy eljöjjek. Jól érezte magát a 3 nap alatt, az edzések is tetszettek neki, úgyhogy szerintem nem lesz pont különösebben. Találkoztunk régi ismerősökkel is. Pihentem, nagyon sokat tudtam lenni a barátaimmal, ennek nagyon örültem, fel tudtam töltődni. Sokat edzettem, filmeket néztem, olvastam, és már készültem az új szezonra fejben. Tavaly még Batmanes pólóban nyomultál, most itt a Supermanes póló. Minek köszönhető ez a változás? Itt igazából nőttem, és kinőttem az előző pólómat. Meg hát ugye a ruhatáramat is cserélni kell. Sokat változott a napi rended a nyaralás alatt? Igen, igen. Hát később keltem ugye, ami most újra vissza kell szokni. Meg ugye hát az edzések azok kemények lesznek. Az első hetet ugye keményen meg fogjuk húzni. Eddig összesen 4 gyerek volt távozó. Nyilvánvaló, hogy ez a nyári időszakban még ez növeket ez a szám, illetve még a nyári időszakban jöhetnek új gyerekek is, de valószínűleg ugye a 110 körül fog majd beállni a végleges bentlakók. Ilyenkor nyáron még azért képlékeny a dolog, hiszen sok olyan gyerek van, aki nyáron bent lakik, de amikor elkezd az iskola, akkor viszont bejáros lesz. Nem lesz majd nehéz így a család nélkül? Hát biztos meg fogom szokni, majd az elején biztos nehéz lesz, de aztán majd beszokok a környezetbe. Tegnap volt az első edzés, annak a ritmusa, az intenzitása is nagyon jó volt. Ma is volt már edzésünk reggel 9-kor, és délután 5-kor lesz a második. Én olyan tervekkel jöttem ide a Puskás Akadémiára a videótontól, hogy gyorsabban, jobban tudjak fejlődni, és hogy jó eredményeket, kupákat, meg tornákat nyerjünk, és bajnokságot a csapattal. Kisgyerekkora óta a labda volt mindene, azt szerette, és hála Isten, elég ügyes, és aztán majd a többi kiderül, rajta múlik. Van példaképed? Gyugyák Balázs, meg Nagy Ádám. És a régebbiek közül? Puskás Ferenc. Nagyon nehéz, ugye azért még csak 11 éves múlt, és eddig csak együtt voltunk, most nehéz lesz így a különválás egy időre. Még nincs itt egy ismerőse, de majd hamarosan fog jönni, és egyelőre szép a jó, meg a környezet is jó. A pályákat láttad már? Igen, egyszer már voltam, és nagyon jó. 7 éve focizok, 6 éves korom óta, és nagyon szeretek itt lenni, nagyon jók a körülmények, a képzés is nagyon jó, a barátaim is nagyon szeretem őket. Igyekeznek az itteni szabályrendet megismerni, és ahhoz megfelelő módon alkalmazkodni. Nyilván ehhez kell a mi segítő tevékenységünk is, hogy menjen nekik ez a dolog. A beköltözés még nem ért véget, a következő napokban, sőt hetekben is érkezhetnek még új akadémisták.